Régi szép idők, ezt a címet kapta az a jótékonysági futballteremtorna, amely vasárnap reggeltől késő délutánig szurkolással, labda és játékosok hangjával töltötte meg a Gályosev sportcsarnok mindkét termét. Az eredeti cél az volt, hogy életre keltsük a régi szép időket, és azt gondolom, hogy ez sikerült, bár bízom benne, hogy a játékosok is ezt a visszajelzést fogják adni. Van néhány jó visszajelzés, ezt természetesen köszönöm szépen. Nagyon igyekeztünk, feldobja itt a ilyen kis kísérő rendezvényként a Relevé Tánciskola is a rendezvényt, ezt külön köszönöm nekik. De voltak itt diák munka keretében segítő, közösségi szolgálatot végeztek, úgyhogy sokan dolgoztunk ezen a kis rendezvényen, több hónapon keresztül. Azért, hogy minél nagyobb összeggel tudják segíteni az Egyszülős Központ Cegrédi klubját. Egy alapítvány abban segített, hogy a terembérletet kifizették. Így minden adomány, nevezési díj valóban a segítő célra mehetett. És persze a licitálásból befolyt összeg is. Ezért a pólóért válták a liciteket. Igen, a Lőrinc fivéreknek is köszönöm szépen az aláírt pólójukat. Ott az első napokban elharapodzott a licit, és ott egy kicsit behúzták a féket, de nem csoda, hiszen 170 ezer forintért kelt el végül ez a póló. Földi László országgyűlési képviselő tudhatja magáénak ezt az erekét végül. Mi beszélgettünk a Tomival és a Viktorral, hogy ez ugyan mennyit fog majd hozni erre az egész rendezvényre, nem voltak túl bizakodók, én igen, és végül nekem lett igazam, mert ez 170 ezer forinttal, és ennyivel már biztosan beljebb vagyunk. Ez az összeg is gyarapította tehát az összegyűlő adományt, amelyet a Cegrédi VS-e gyűjtött, és amelyet az Egyszülős Központ Cegrédi klubjának juttatnak tehát el. Természetesen az adományok leadására szolgáló urna lezárását és felnyitását is jegyzőkönyvezték, mondta Széchenyi Márton. A végösszeg pedig 566.900 forint lett. Persze az sem mellékes, hogy mindez egy teremtorna alatt gyűlt össze, melyen harmadik a kedvencek csapat, második az Abonyi Kid FC, első pedig a GBM Platform csapata lett. A torna gólkirálya Deli Gábor, a Puskás díjat László Bence vehette át, a torna legjobb kapusa Boda Ferenc lett, a torna legjobb játékosa Mezőfalvi Lóránt, a torna legidősebb, legjobb játékosa pedig Bújdosó Sándor.